A Marosson horgászom. Féderbottal, 2330-as univerzál féderrel. Békés halakra. Azért a 330-as botokat választottam, mert nagyon sokszor kell fák alatt horgászni. A folyón gyakran nehéz elférni. Így ezek a rövid, viszonylag erős, középkategóriás botok alkalmasak arra, hogy a nagyobb kosarakat is eldobjuk, fák alatt is tudjunk horgászni, és fárasztásnál is sokszor előnyösek, rövidebb merítőnyélel is elérjük a halat, kevesebb halvesztésünk van. Úgyhogy folyóvízre tökéletesen alkalmas itt a Maroson ez a 330-as méret. 20-as főzsinórral és fonott dobóelőkével. Fonott dobóelőkének a jelentősége az, hogy ez a 10-es Finebraid, LNK Finebraid zsinór, ez nagyon strapabíró, erős, viszont nagyon vékony, és így szinte vágja a vizet, lehetővé teszi, hogy ne dobjuk el a kosarat, illetve a kosarunk stabilabban fog megállni, még egy kicsit kisebb méretben is, sokkal kevésbé kap bele a víz, mintha egy 30-as dobóelőkénk lenne, ezért mindenképpen előnyös a használata. Most itt egy kőgáton ülök, körülbelül hát nem egész a végén, mert egy 2 centit emelkedett a víz tegnap óta, de majdnem a végén a kőgátnak, és innen elérem azt a kicsit, a majdnem -100-as vízállásnál is, elérem azt a 1,5 méter körüli mélységet, ami már elegendő ahhoz a Maroson, hogy jobb halakat is lehessen akasztani. Ami nagyon fontos, az szerintem az etetés. A kellő súlyú kosárral, hogy az mindig ott álljon meg, ahol kell. Ezért alapvető, hogy itt is be kell klippelni a zsinort, meg kell jelölni. Kicsit nehezíti a technikát, mert ugye amikor egy erős hal hirtelen kap, húzza az orsorról, akkor ugye hamarabb lenne szakításunk, mint hogy nekem is volt már idén, mintha egy állóvizen akasztok egy pontyot, és még van időm kivenni könnyedén a klipet. Ezért legegyszerűbb az, hogy dobáshoz betesszük a klipbe a jelölésnél a zsinort, aztán amikor beállt szépen a kosarunk, akkor kivesszük, és úgy horgászunk, és következő dobásnál újra visszaklippeljük a zsinort. Ez így egy kicsit hosszabb elmondani, mint amit meg kell tenni, de mindenképpen megéri. Az etetőanyagunkkal ugyanis ki kell alakítani egy etetési sávot, amin a halak megállnak, megjelennek. Valahogy össze kell gyűjteni, mert viszonylag kevés nagy halra horgászunk itt a Maroson. Sok az apró, sok a kicsi, de a nagy halak azok nem olyan sokan vannak. Tehát ezért fontos, hogy össze kell őket valahogy gyűjteni. Aki már volt a Marosban, az tudja, hogy fürdött a Marosban, hogy az alja ilyen, mint a hullámok, ilyen redők találhatók. Ez más folyóvizekre is gondolom jellemző, ahol gyakran ilyen homokos, kemény, agyagos márgás a meder. Itt ez azért fontos, mert ebbe a kicsit nehezebb szemcsék lassabban gördülnek tovább, tehát megakadnak, tovább benne maradnak, és ez segít nekünk abban, hogy etetési sávot alakítsunk ki, és azt is megmutatja, hogy ezek nem túl mélyek. Lehet, hogy a nagyobb kukoricaszemeket például könnyebben átlöki rajta a sodrás, de az ilyen nehéz szemcsék, mint egy nehéz morzsa, búzaszemek, kukoricadara, amit megáztatunk, vagy kicsit megforralunk, azok sokkal tovább megállnak ezekben a kis redőkben, és segít nekünk abban, hogy ott tudjuk tartani a halat. Az etetőanyag, tehát az etetőanyag ugye nagyon szemcsés, jól tapadónak kell, hogy legyen, bár gyakran én is csak arra használom, hogy ezzel az etetőanyaggal ledugózzam a búzát és a kukoricát, ami mindig nálam van. Tehát a búza és a kukorica az, amit gyakorlatilag kosár közepébe teszek, hiszen most itt egy nagy halas féderezés, nem olyan, mint amikor tavasszal
mondjuk bagolykeszegekre horgászik csontival az ember, ilyenkor nem igazán jó az élő csali, ha nagyot akar fogni a horgász, mert rengeteg a 8-10 centis, 20 centis kismárna, gyakran fenékig eszik a szélhajtóküz, és a csontit szétrágják. Csontiból nagyon nagy csokor az, ami esetleg működhet, az is inkább ugye a márnára. Viszont egyébként az egy szem kukoricaszemet viszont fölveszi a márna is, ezért is horgászom egy-egy szem kukoricával így nyár végén, de fölveszi a paduc, fölveszi a jász, fölveszi a dévér, ami most kimondottan jellemző ezen a szakaszon. Tehát ezekből kell tenni a kosárba, és ezzel érdemes most csalizni. Dobok egy újat, ezen nem is vettem ki a klippet, tehát látszik, ez egy 330-as univerzál, van rajta egy erős trapabíró Sonic orsó, és ezzel horgászok a benti távra, le is szedte közben valaki a kukoricát. Egy normál, egyszerű féder szerelék, csúszik egy forgó, kapcsos forgó, abban van akasztva itt egy 60 g-os bő űrtartalmú kosár, gumigyöngy, akkor egy gumiütköző, forgókapocs benne, egy kis fédergumi, és egy 50 centis előke, ezen egy 10-es foroggal. Akkor megtöltjük, illetve fölcsalizzük a egy szem kukoricával a horgot. Úgyhogy érdemes jól kínhagyni a horog hegyét. Aztán mehet bele kukorica, búza. És ezt így jól ledugózom, tehát középen sok kukorica búza, a horgon egy szem konzerv kukorica, és mehet a helyére. Na most ezt ütemesen kell végrehajtani, ez egy olyan 5-6 perc alatt kioldódik. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, hogy kioldódott, onnantól már nem szabad sokat várni, vagy egyáltalán nem kell várni, és érdemes újra dobni, hogy folyamatosan fönn tudjuk tartani az eretési sávot, főleg ezzel a bottal, amivel hát bent horgászok a húzós vízben, ott állítom meg. A másik botom, azt is újra dobom, az egy kicsit közelebb van itt a hőgát végénél, hogy a sodorvonal van, itt egy elég jó kis mély víz van, és csendesebb víz, ebbe is ugyanúgy kukoricával csalizva teszem be a horgot. Egy nagyon nagy kosarat kell elképzelni. Itt ez is megáll. Ugyanúgy van fölcsalizva. De egy 10 soros ilyen előetető kosár. Ez a bot ezt is eldobja. Egy szem kukoricával, és ennek az a lényege, hogy itt, ahol még jobban megáll az ötőanyagunk, ezzel egy kicsit kevesebbet dobok, de visszaklippelem, mert most elfelejtettem itt a beszédbe, megvan a jelem, ugye, most már jó helyen van, kioldódik a kosár. Ebből a nagy kosárból ez a tapadós etetőanyag még ettől se ment ki hamarabb, hogy így egy kicsit mögé dobtam pár méterre, de visszaraktam oda, ahova kell. És itt mondom a határán, a sodrós víz, a gyors víz, meg a csendes víz határán, itt pedig ezzel a nagy kosárral etetve horgászom. Hát ha itt nagyobb eséllyel van ebbe a sávba esetleg ponty vagy amúr, már idén kicsit kevés a pontyamarosom, az idei járadások jobban elvitték, tavaly sokkal többet fogtunk. Most inkább a dévérkeszeg, a karda, a paduc, a jellemző beakadt busa, amire én mondjuk nem horgászom. Most már fogdosnak nagy amúrokat is, és azért akad ponty is.
körülbelül ennyi a lényege ennek a horgászatnak. Maga, talán azt nem mondtam, hogy az előke elég az 50 centis, nem kell hosszabbnak lenni. És ilyen kukoricás horgászatot, meg nem finomkodik ez a folyóvízi hal annyira, hogy főleg így nyáron, ennél a szép beállt, letisztult víznél, éhes a hal, ha éhes a hal odaér, eszik, akkor ezek fölkalkodják ezt a 10-es vagy 8-as horgot simán, az egyszem kukoricával kell is, és az előkése szabad nagyon vékonyra venni, én is még itt finomkodtam a hónap elején, és ez két nagy halamba került, ugyanis ebbe a sodrásba beleáll egy, csak legyen egy 2-3 kilós hal, ahogy elindul, beleáll, hát könnyedén letépi a vékonyabb előkéket, tehát úgy gondolom a 20-asnál kezdődik, a 18-as is már kicsit rizikós, de a 20-as, 22-es előke zsinórokat nyugodtan lehet használni, ha így úgy akarunk horgászni, hogy jó halakat célozzuk meg, és nem foglalkozunk a tenyeres keszegekkel, kismárnákkal. Tehát valahol ez a horgászatnak itt a lényege. Ezt most csontival sikerült akasztani. Hát egy szép patuc. Sőt, bocsánat, ez egy szilvaóru keszeg.